-O -P -Q, a nagy torkú. Mind megissza a bort, mind megissza a sört. -O -P -Q, a nagy torkú. És meg is eszi, amit főzött. Borok, receptek, éttermek. Hát arra fogtam Mihárovics Andrást, hogy fusson neki, mint nagy hús és szék imádó. A vegán burgernek, és ö, meg is tette, teljesen ö, meg, meglepetésszerűen egyébként. Tehát olyan, olyan jól teljesítetted ezt a feladatot, András, hogy, hogy ö, hogyha lehetne a tartalmat ö, osztályozni, előre megelőleg ez neked egy csillagos ötös, de a szorgalomra is kapsz egy csillagos ötöst, úgyhogy kettőt szettél Köszönöm. össze. Alaposan dokumentált emberkísérletről van szó. Mert minden fázisát ö, megörökítettem a vegán burger ö, megvételének, elkészítésének ö, is. Ö, ez azért volt különösen övön alul, én úgy érzem ö, ez a kezdeményezésed, mert a szerintem a stábon belül én vagyok a legnagyobb ragadozó, már, mint a húsevők tekintetében, én a húst hússal is. Na, ehhez képest ö, adott volt a feladat. Hogy szerezzek egy vegán burgert, ezt a Lidl nevű diszkontláncban felszólításodra megtettem. Next Level, ez a terméknek a neve, Next Level Burger, rá is van írva, hogy ne álljanak vagy ne zsákbamacskát, vegán készítmény húsfogácsa helyettesítésére. Kérlek szépen, ez a vegán készítmény szója, búza és zöldborsó fehérjét is tartalmaz? Igen, feljegyeztem, meg... lefényképeztem, kérlek szépen a a, a termék ismertetőjét. Sok És sok minden mást is. Itt savanyított csipergegombát is például Tudtad? Azt mondja, hogy ivóvíz, savanyított csipergegomba, 12% szójafehérje, finomított kókuszzsír, 7,4 7,4% búzafehérje, repceolaj, 2,7% zöld borsófehérje, emulgeálószer, zöld keményítő só, színező hatású és üdítmény, bambuszrost, tartósító szerek, fűszerkivonatok, füst aroma. Igen, ez és fontos. nagyon fontos, felhívják rá figyelmet, nyomokban mustárt és zellert is tartalmazhat. Elkészítési javaslat is itt megvan. Az van, hogy vegyük ki a terméket a csomagolásból, ez készség szinten ment természetesen. Én itt már rögtön egy érzékszelvi vizsgálatot végeztem. Visszatérve egyébként a csomagolásra az az, hogy egy teljesen európér vonzó, tehát már tehát így, így levennéd a polcot, tehát nincs, nincs, ez a, ú, ez ilyen kétes kinézetű mer növényi hamburger, teljesen hamburger húspogácsa kinézete van, természetesen ügyeltek arra a gyártók, hogy környezetbarát újrahasznosított papír, tálcán kerüljön ez forgalomba, amit ugye műanyag fóliával zártak le, de hát nyilván ezt élelmiszeriparban a műanyagot nagyon nehéz helyez. Értesíteni. Erről beszéltünk szervi vizsgálata során nyersen, tapintásra állagra teljesen olyan, mint egy húspogácsa. megnyomogattam, rugalmas, stb. stb. Sőt, az... hogyha megnéztem, a HVG is készített egy viszonylag nagy ilyen tesztet a különböző vegánburgerekről, és bővítik is a kereskedelemben kapható vegánburgerek listáját. Ott, hogyha jól láttam, akkor ez volt az egyetlen, aminek tényleg ilyen mérete, vastagsága megfelelt azoknak a, a hamburgereknek, Igen, amikhez Igen, tehát egy, egy, egy hús pogácsára nézett ki. A színe is teljesen arra emlékezteti a fogyasztót, egy ilyen nyers dalált húsra, egy kicsit talán ilyen barnásabb színű volt a, a nyers húspogácsa, tehát hogy, hogy, hogy az, az, talán nem annyira hússzerű. Kibontva az illata, Hát, hogy mondjam, először, ami beugrott nekem, az egy ilyen kicsit ilyen nedvességet kapott farost lemeznek a, az illata volt, de aztán alaposabban szemügyre véve, meg megszaglászva ezt a húspogácsát, idézőjelbe tettük a húspogácsát, addig egy leginkább egy ilyen pörkö, pörkölt napra forgó uh -huh. mag illata volt. Megsütöttem a sütőben, vigyázni kell, serpenyőben sütöttem. Természetesen 8-10 percig kell sütni, vigyázni kell, mert hamarabb oda kap. Uh -huh mint egy normál húspogácsa. Folyt a leve, ez a cég Semmi. Semmi. semmi uh -huh. Tehát abszolút ezt is lefényképeztem, hogy nagyon kevés olajat tettem alá, és semmilyen levet nem eresztett. Uh -huh. Tehát ez sem úgy viselkedik, mint egy normál hamburger húspogácsa, és 8-10 perc van ráírva, 8 perc alatt már kicsit olyan gusztusosan oda is kapta, tehát nem uh -huh. kell feltétlenül 10 percre meg is pörköltem. Én azt szeretem egyébként a húspogácsába is, ha van, megkapja egy kicsit uh -huh. a láng. És hát utána természetesen, eh, ahogy illik hamburger zsemlébe, amit szintén megpirítottam, salátával, hagymával, paradicsommal és némi kecsappal ütöttem fel ezt a hamburger hús pogácsát, és kérlek szépen, Endre, az jött ki belőle, hogy szemre igen tetszetős volt, egy kicsit a sütés után az állaga még egy kicsit megkeményedett, uh -huh. tehát nem, ez sem volt, és nagyon egybe van, tehát nem uh -huh. olyan kicsit darabos. Kicsit ruganyos, és nem olyan, nem nagyon ö, ö, van ö, probléma ezzel, a, hogy nem ezzel esik szét. sem, tehát nem Aha. esik szét, tehát nem kell annyira odafigyelni. Igen, régenben ezeknél a termékeknél volt olyan, hogy hama, hogy könnyen szétestek, és egyébként a, a, a zöldség ropogósok, meg ezek a zöldség fasírtoknak ez az egyik legnagyobb hibája, hogy darabosan szétesik könnyen. És utána tulajdonképpen jött a fogyasztás. Az az igazság, hogy itt is egy kicsit, tehát ilyen, ilyen ilyen továbbra is dominál a, az ilyen kicsit odaégetett a füst, füstízű a füstaroma az sok mindenkinek és, e, gondot okoz ebben és, a hamburgerben. És ilyen, és ilyen hogy is mondjam, csak ilyen napraforgó mag, uh -huh. meg ilyen gabona íz, tehát az, uh -huh. ott átjön a gabona íz, és ilyen hosszú, lecsengés, kicsit torokkaparó füstíze van. Uh -huh. tehát Nem zavaró, de, lehet, de a füst, füstaromát azért markánsan érezni benne. Az állaga teljesen jó, és a, 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 a végső következtetés az én számomra az, hogy szívesen ennék ilyet máskor is. Mert egy teljesen egyedi íz, és abszolút olyan hamburger-feelingje van, amikor fogyasztod, és ez nyilván a ketchupnak, a zöldségeknek, a hamburger zsömlének is köszönhető. Nem annyira markáns, mint, a, mint egy normál hamburger, de hogy helyettesíteném-e a normál hamburgert be, vele, arra a határozott válaszom az, hogy nem. Igen. Mégpedig egyetlen okból kifolyólag hiányzik belőle az a, az a szaftossága ami egy hamburgernek, még akármilyen kevésbé jó minőségű húsból is csinálod a, hamburgerpogácsát, hamburger pogácsát, az megvan, és ami nagyon hiányzik belőle, az pedig ez a markás erőteljes marha Tehát ez egy kicsit íztelenebb ez a, ez a vegán hús Vagy igen, szóval te, finom volt, szívesen ennél még egyszer, de nem tartod helyettesítő Nem volt finom, tehát nem, nem egy hát ilyen... Azt szívesen még Hát igen, de mert hogy így szeretem a változatos ízeket. de, de egyébként meg nem helyett. Tehát egy, egy, egy jó zinkburger például azzal a jó szaftos, vastag marahússal, és ez a markáns marahús hús ízzel, jól, hogy mondtad, ez, egy kicsit egyébként megbújik. Jó, de ez jó, hogy mondtad, mert ez a, ugye ez, ez a az azt pokácsán. jelenti, hogy a hogy, a, 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 hogy is mondjam, a kézműves hamburgerekkel nem tud versenyezni egy ilyen, de például kijött a különböző tesztekben az is, hogy azok a, a, a helyettesítő termékek, amiket például a Burger Kingben is lehet kapni, simán átmentek a, a, a teszteken, és gyakorlatilag nem volt különbség a tesztelők nagy részénél, hogy hogy az a fagyasztott pogácsával szemben. Tehát lényegében azt mondták, hogy ez gyakorlatilag ugyanolyan. Uh -huh. Úgyhogy... Uh... Nem, ne, ezt, ezt én erre nem merném állítani, erre a termékre, és azt akartam mondani, csak közben ugye átvetted a szót, hogy hogy ez így megbúvik, tehát egy sokkal diszkrétebb, nem dominál annyira a növényi pogácsa íze uh -huh. a hamburgeren belül, mint mondjuk, hogyha egy normál húsból Készíteni. Annyit tudjál, hogy azt nyilatkozták a bevezetéskor a lidl hogy az előállításnál minimalizálták a környezetet terhelő hatásokat. Egy hústermékhez képest mindössze 9 százalékos. Tehát egy hústermék, ha ha száznak nézünk, ennek 9 százalékos a CO2 kibocsátása. Igen. Kicsit egy Belszín ilyen... Bélszínroló íz? Mirelit pulykat Nem. Konzerv készételíz? Konzervíz? Nem. Íz. Nem. Nem, ez egy olyan sehol nem, általam mm -hmm. korábban sehol nem tapasztalt íz, ez a, ez a pörkölt gabona íz volt benne, helyenként napraforgó, helyenként búza, kicsit ilyen magtár illata volt, viszonylag kevesen járnak magtárba, úgyhogy ezt sokan nem fogják tudni értelmezni, de nekem erre emlékeztetett és, és de mondom, nincs ezzel baj, tehát hogyha nagyon tudatos vagy, de én ennyire, tehát hogy nekem hiányozna a jó kis saftos burger. András, nagyon szépen köszönöm, kiváló összefoglaló volt a fotókat, majd közzétesszük hát, a podcastben. szeretnék a ha Szeretnék. A podcastben, ami megjelenik természetesen a millásregeli.hu oldalon majd délután, és ott lehet majd látni ezeket a fotókat is, meg természetesen még egyszer meghallgatni az érzékszervi tesztedet. Írja is a hallgató, hiányoznak belőle még a szív- és érrendszeri betegségeket okozó karcinogén feldolgozott állati összetevők. Nagy dicséret nektek a tesztért, és ne hagyjátok abba a próbálgatást, szívecske. De most mit tegyek? Hát esendő vagyok ragadozók nem és esendő most majd ragadozó esendő. Jön, jön, jön valami újabb ilyen dolog, szerintem bevezetjük az NOPQ-ba Ez ezeket a... emberkísérleteket? Nem, vegán, vegán bízzuk rá, bízzuk rá a hallgatókra. Na, oké, okay, írjatok mit nekünk infókukat, Nem reggeli. ér írni 0. azt a cápás konzervet, amit az azt Ender nem. E, csak most egyszer. kimondottan ezeket a vegán dolgokat mondtam, hogy De mit nem csak, ez bármit te tesztelünk. bármit, te, te bármit szeretnél Tényleg. Infokokat az... Milást, tegeli pont ideírjatok létre létszi, ne az SMS számunkra, mert ezt mindig látjuk. Írja a hallgató, hogy a Lidl Next Level darált hús spotlék is nagyon finom, tök jól működik, rakott ételekben, ragukban, ott nem jön ki annyira, hogy alapvetően szárazabb, mint a húsok. Na ugye ezt, én is mondom. Jó, oké. Mert hogy lehet darált hús spotlékot is kapni, ezt Igen, még annyit hozzá kell tenni, hogy az ára az talán nem versenyképes. 1190 forintot fizettem a, a kettőért, igen, és az most nem tudom, az dekára mennyi, de majd mindjárt meg. Jó, azt néz majd meg, és akkor azt, azt is majd 227 gram. A kettő? Igen. Nettó Tehát 100 g -os. Hát... Az húzós. Az egy kicsit húzós, igen. Még de a hát normál nyilván, burgerek. Igen, ez. igen. De mondjuk egy, egy szintiszta angus marháért talán, de hát mondjuk ki, tehát nem, nem, nem étterembe, tehát hát igen, az mondjuk egy kicsit húzósabb, talán ez visszafogó erő lehet, de hogyha jobban elterjednek, akkor nyilván az áruk is egy kicsit lemegy. Most ennyi fért a tányírunkra. m a nagy torkú. A millás reggeli gasztrorovata hangzott el. Na hát vége lett a műsornak, 10 óra van. Igen, euh, hát akkor figyelj, akkor a, akkor, akkor a kritikákkal. Endre. Nina Simon nevének kiejtése az E betű nélkül történik, mint Simon. Köszönöm, tudom, tudom, Zsolt, tudom, csak valahogy nagyon régen bele, belé méget, és nekem tetszik így. nekem is egyébként. Tök igaza van. Aztán nem Safe Heaven, hanem Safe Haven. Igen, igen. Tanulják már meg. Ja, Istenem. Igen. Aztán a jazzin a millás a legjobb a zenei kínálat írja. Adamson Wise. Úgyhogy uh, ilyesmi. Jött, köszönjük, úgyhogy szépen. köszönjük szépen, holnap péntek, és minden reggel 6.30-kor indulunk. Továbbra is a 90.9 jazzin, tartsatok akkor is velünk. Szép napot kívánunk mindenkinek, sziasztok! Már a véget ért ugyan a műszak, a szolgálat azonban mindig tart mert minden lében négy kanál. Holnap reggel újra megtöltjük a kávés bögréket, beleharapunk a fánkba és kinyitjuk az aktákat. Addig is, keressetek minket az arcaktákban, a közösségi oldalunkon. A mai adás podcastjét pedig holnapunkon.